Hurka, kolbász, rétes, sültek töltött és székelykáposzta, mindenmi szemszájnak ingere. Zombán 6 éve a Márton naphoz legközelebb eső hétvégén rendezik meg a gasztronómiai estet a település művelődési házában. 6 évvel ezelőtt egy német vendégcsoport fogadása kapcsán indult a zombai gasztronómia. Vendégeket fogadtunk, őket meg kellett vendégelni, és akkor ötlött föl, hogy a zombai 4 népcsoport által készített ételekből akár egy ilyen gasztronómiai estet is rendezhetnék. Az étel készítőinek száma idén bővült. Az estre Zombaközség önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok, valamint helyi civil szervezetek készítették el hagyományos ételeiket, összesen 6 asztalnál. Marhapörköltet készítettünk nokedlival, ami azért érdekes talán, mert ugye a svábokra az egyik legjellemzőbb, hogy az itt talált magyar ételeket ötvözték a magukkal hozott svábos jellegzetes ételekkel. Ezen kívül dénszelt káposztát, disznótoros vacsoraként hozzá sült kolbászt, illetve sült hurkát. A vendég idén Alsószeli volt, akik kemencében sült lepényt és húnüstben készült hagyományos ősmagyar ételt hoztak kóstolónak. Sűrűbb leveszerű étel, amiben nagyon sokféle fűszer van, marhahús alapú, és nagyon sok hagymával, gombával és sokféle fűszerrel, egy 20 fajta fűszer keverékkel van bővítve. Így nem csoda, hogy Alsószeli étele az est egyik kedvence lett. Ilyen savanykás kesernyés íze van, de nagyon finom. Ilyen savanyú leves, én ettem már, de hasonló. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat babos káposztát, lecsós tésztát és hagyományos kenyerüket, a punyát készítették el a gasztronómiai estre. Tőlük azt is megtudhattuk, mi jellemzi a roma ételek ízvilágát. Fűszeresen szeretik az egész család, főleg a férfiak a családban, ahol férfiak vannak, ott több a férfi fő, azok szeretik nagyon a hasokat, és fűszeresebben szeretik az ennivalót. A rendezvény minden évben nagy népszerűségnek örvend, idén is rengetegen voltak kíváncsiak a hagyományos ízekre, aki pedig jól lakott, az helyi borokkal és pálinkával öblíthette le a finom falatokat. Rozét kóstolok, nagyon finom, különben én nagyon szeretem a rozét, én is szőlőtermelő vagyok, azért Szekszárdon van a szőlőm, azért szeretem a rozét, a kadarkát, a kék frankost, úgyhogy minden jó bort szeretek. Az esten mindenki jól lakhatott, remélhetőleg pedig jövőre még többen mutathatják majd meg sajátos ízvilágukat.